Van már programod május 12-re? Mert ha eddig nem volt, most már lesz. Május 12-én megrendezésre kerül Debrecen legnagyobb és legszéleskörűbb Dél-Koreával kapcsolatos rendezvénye, a K-Day, ami most fog első alkalommal megrendezésre kerülni, és nagyon-nagyon széleskörű programokkal fogja várni az érdeklődőket. Lehetséges, hogy most arra gondoltok, hogy jól hangzik, de az a baj, hogy Debrecenben van, én pedig Pesten, vagy talán még távolabb, és nem igazán fogom tudni, odajutás, nincs rá pénzem, vagy hasonló. Emiatt nem kell aggódjál, ugyanis Budapestről ingyenes buszjárat fog indulni direkt a rendezvényre. Szóval, hogyha Budapestről szeretnél ingyenes buszt igénybe venni, akkor csak ki kell töltened egy kérelmet, amit lent a leírásban ott hagyok, és onnantól kezdve az utazásod már ingyenesen meg is van oldva. Mik is várhatók igazából ezen a rendezvényen? Ez a rendezvény nem feltétlenül egy csak K-poppal kapcsolatos rendezvény lesz, hanem igazából Dél-Korea lesz a központban. Nagyon sok olyan program lesz, ami a dél-koreai kultúrát fogja velünk még jobban megismertetni, és lesz itt szó majd taekwondo-ról, dél-koreai öltözködésről, hagyományos táncról, kaligráfiáról, stb. Ugyanakkor lesz egy kicsit K-popposabb és K-popos részlege az egésznek is, én magam is fogok egy előadást tartani, méghozzá nem másról, mint az idoloknak a sztárrá válásáról, és hogy tulajdonképpen kiből is lehet majd K-pop sztár. Úgy esetleg belőled lehet-e? Vagy sem? Majd elmondom. Ugyanakkor még külön Észak-Koreáról is lesz majd előadás, lesznek majd ott híres K-pop tánccsapatok, és még sorolhatnám, mi minden lesz ott. Ennek a rendezvénynek van egy Facebook eseménye, amit lent a leírásban meg fogok veletek szintén osztani, szóval akit jobban érdekel, szét tud nézni, hogy pontosan milyen programok is lesznek, és hogy mi mindenben tud majd részt venni. Ajánlom mindenkinek, aki szeretne új emberekkel megismerkedni, aki szeretné tudását egy kicsit elmélyíteni, és aki szeretne jól szórakozni ezen a május 12-i napon. Én ott leszek majd egész, szóval bármikor találkozhatunk, és remek alkalom arra, hogyha esetleg eddig nem sikerült még velem összefussál és összeszerettél volna. Remélem minél többen el tudtok majd jönni, főadmin voltam, és találkozunk a KD-en.